Az elmúlt hetekben a helyi sajtó nyilvánosságán keresztül fordult a város polgármesteréhez a barátság mozi jövője ügyében Juhász Zsófia, a megyei művelődési központ igazgatója. A barátság mozi ugyanis finanszírozási nehézségek miatt február 1-től esti vetítéseit szünetelteti. Dr. Cserpalkovics András válaszában úgy fogalmazott, Székesfehérvár ugyan nem volt és ma sem fenntartója a megyei intézménynek, de az önkormányzat számára nem közömbös a rétegigényeket kiszolgáló, de lelkes közönséggel bíró mozi jövője. Székesfehérvár polgármestere ígéretet tett hogy a város az eddigieknek megfelelő mértékű támogatást biztosít a mozi fenntartásához, és segíti az intézmény pályázatokon való indulását és eredményes szereplését. Dr. Cserpalkovics András kezdeményezte, hogy személyes találkozó keretében keressék a megoldásokat a Székesfehérvári művészmozi működtetésére.